Mindenkit sok szeretettel köszöntök! A mai alkalommal egy pici elméleti bevezető után az activity állapotának elmentésével fogunk megismerkedni. Mielőtt rátérnénk erre a gyakorlati témára, pár elméleti háttért meg kell beszélnünk. Ugye arról már esett szó, hogy egy activity-nek van életciklus modellje, de az ehhez szorosan kapcsolódó activity backstack modellről nem esett szó. Mi is ez a backstack? Aminélkül ugye nehéz is megérteni, hogy miért van szükség életciklus függvényekre. Egy feladat végrehajtásához az Android rendszerében a felhasználó tipikusan több activity-t használ. Egy androidos alkalmazás több activityből épül föl, melyek egymáshoz lazán vannak csatolva. A rendszer az activity-ket egy úgynevezett backstack-en tárolja. Amikor elindítunk egy alkalmazást, akkor az előtérben lévő activity van a backstack tetején. Ezzel tudunk interakcióba lépni, és ugye ezzel is indul az alkalmazásunk, ezt látja a felhasználó. Ha a felhasználó átvált egy másik activity mondjuk egy gomb segítségével, akkor egyen lejjebb kerül a backstackben a nyitó activity és a következő lesz legfelül. Az Android eszköz beépített vissza a back gombjának a megnyomásakor, a backstack legfelül lévő activity kikerül a velemből, és az az alattal lévő lesz újra aktív. Ugyanezt a hatást érjük el, ha az activity finish metódusát hívjuk meg, ilyenkor az activity ugye befejeződik, és törlődik a backstack tetejéről, és a vezérlés visszakerül a hívóhoz. A back stack tulajdonképpen egy last in, first out velemként fogható fel, amely a példányosított activity tartalmazza, de mindig csak egy van aktív állapotban. Hogy az elmondottakat megértsük pontosan, nézzünk meg egy ábrát. Ugye látható, hogy van három activity -n. Minden activity van nyomógomb a navigálás megvalósítására. Amikor elindítjuk a fő activity-t, a main activity-t, akkor backstack tetején az activity 1 fog megjelenni, ez a kezdő activity. A felhasználó rányom a Start Activity 2 nyomógombra, ekkor betöltődik az activity 2, de hogyan is valósul ez meg a backstack modellen. Ugye, amikor megtöltődik az Activity 2, akkor az fog a stack tetejére kerülni, és az Activity 1 egyel lejjebb csúszik, ugye a futó Activity most akkor az Activity 2. Ha az Activity 2-n megnyomjuk a Start Activity 3 nyomógombot, akkor betöltődik az Activity 3, ő fog legfelül lenni, és most az Activity 2 fog egyel lejjebb sorolódni. Ha az Activity 3-nál nem a Start Activity 4-et nyomjuk meg, hanem a telefonunkon a Back visszagombot, akkor az Activity 3 lekerül a stackről, ugye? Lehet látni az ábrán. És az Activity 2 fog újra az előtérbe kerülni. Ezt a hatást érjük el hogyha programozottan az Activity Finish metódusát hívjuk meg. Természetesen programozottan át lehet írni ezt a folyamatot, tehát az Activity 3 ról el tudunk menni az Activity 1 de fontos kiemelnem, hogy a felhasználók megszokták már, hogy a Back gombbal szépen egyesével tudnak úgymond lapozni az Activity között, és nem célszerű őket megzavarni, bár lehetnek indokolt esetek, amikor erre szükség van. Ugye az egész rendszer értelmét az életciklus modellel, a backstack modellel együtt az adja, hogy az Android az egy nagyon erősen multitaskingos rendszer, és több task futhat egymás után, amelyeknek saját backstackje van, amelyeket ugye hol az előtérbe, hol a háttérbe látunk. Miután megbeszéltük a backstack modellet, akkor beszéljünk egy picikét az activity állapotának elmentéséről először is, hogy miért szükséges az Activity állapotát elmenteni. Ugye az Android rendszerben az Activity életciklus modellel rendelkeznek. Ezek segítségével reagálnak a környezetükben bekövetkező változásokkal. Egyszerű példa. A képernyőt elforgatjuk. Ilyenkor a teljes activity újra felépül, ezért el kell mentenünk az activity állapotát, hogy azt vissza tudjuk később állítani. Mire is gondolunk activity állapot alapján, elsősorban az Activity-be felvett tagváltozóink értékeit szeretnénk elmenteni, és szükség esetén újra feltölteni az értéküket. Ugye Android rendszerében, ha a képernyőt elforgatjuk, akkor az egész Activity a nulláról épül föl újra, ezért is van az, hogy mindig egy picit akadósabb lesz ez a művelet az iOS rendszerhez képest de minimális az eltérés, tehát nagy probléma ebből nem adódik. <kül> Hogyan is tehetjük meg az állapot elmentését? Először is van nekünk egy on-save instance state metódusunk, ami egy callback metódus, amit nem szoktak általában feltüntetni az activity életciklus diagramokon. Az on pause és az on stop állapot között kerül meghívása. Tehát amikor bejön egy új activity, akkor is ugye az onPause és az OnStop között fog meghívódni ez az onSaveInstanceState Instance State metódus. Ennek ö, egy Bundle objektum érkezik a paraméterein keresztül, amelybe bele tudjuk helyezni majd a tagváltozóink értékeit. Ugye egy bundle objektumban lehet ezeket az értékeket elmenteni, amelyeket alapvetően az onCreate metódus lefutásákor kapunk meg, hiszen amikor újra felépítjük az activity mondjuk egy képernyő elforgatás miatt, akkor szóval szépen, ha ez a batyú nem üres, akkor a benne található tagváltozókat és azok értékeit újra fel kell használnunk. Az on save instance state metódus mellett rendelkezünk még az onRestore instance state metódussal, amely az onStart és az on resume állapot között kerül meghívása. Ugyanazt a célt szolgálja, mint az on save instance state, Azaz, az elmentett állapot adatokat tudjuk visszaállítani, csak ugye ez az onstat és az onrisum között hívódik meg, tehát a segítségével szétválaszthatjuk az activity létehozását szolgáló kódrészleteket az állapot visszaállításáért felelős programrészektől. Ami nagyon fontos, hogy csak akkor hívódik meg, ha az activity újra létrejön, tehát újra fel kell épülnie, egyébként nem fog meghívódni az on start és on resume metódus között. Ennyi lenne az elméleti háttér, amelyet még mindenképpen meg kellett, hogy beszéljünk, és most menjünk át a Visual studio és nézzük meg ezt a nagyon fontos műveletet, az állapotmentést, hogy hogyan is lehet megvalósítani. A Visual studio előkészítettem már egy projektet, amelyből kifogunk indulni a programunk elkészítésekor. Először is ugye a megszokott példa projekten indulunk, tehát azokat a programrészeket, amelyekre nincsen szükségünk, nyugodtan ki lehet törölni. Így, -ni. és akkor kezdjünk is bele a feladatunkba. Először a léjaútót építjük egy kicsit föl, hiszen ö, tagváltozó értékeket szeretnénk ö, megjeleníteni. Helyezzünk el textfiúkat. Így. Né. Menjünk át a kódrészletbe. az alkalmazás indulási idejét fogjuk megjeleníteni, és akkor meg fogjuk figyelni, hogy ha elforgatjuk a kijelzőnket, akkor milyen változás történik be az indítási idővel kapcsolatban. Tehát az első textjúnak az értéke csak annyi lesz, hogy start time, a másodiké pedig ugye, ezt ki is lehet törölni, az lesz a neve, az azonosítója, hogy text, view Time, és itt a felsőnek én nem is adok azonosítót. A gombot meghagyjuk, mert még indítani fogunk majd egy Activity-t, hogy lássuk, hogy a állapotmentő metódusok hogyan is futnak le pontosan. Jó, nézzük meg a Design nézetet. Igen, körülbelül ezt szeretnénk. Még ha már, ha már itt vagyunk, akkor írjuk még át itt a gomb azonosítóját, ez ugye legyen button, és az értéke, a szövege, az pedig az, hogy second activity. Jó, vagy lehet igazándiból az, hogy start, ez lényegtelen, csak hogy lássuk, hogy itt egy másik activity-t fogunk elindítani. Így, rendben van, akkor vissza a fő kódba. láthatjuk a main activity amelynek ugye az onCreate életciklus függvénye van fölülírva. Itt van ez a batyú objektum, amelyet megkapunk ö, állapotmentés után vagy pontosabban fogalmazva mindig beérkezik, csak az a kérdés, hogy a batyuba van-e valami, vagy nincs. Ha van, akkor valamiért már elmentettünk egy állapotot, és szépen a benne található adatok alapján kellene az activity újra felépítenünk. Majd egy kicsit később ez világosabb lesz, de tulajdonképpen itt érkezik be a Bandur paraméter segítségével a tagváltozóink elmentett értékei. Jó. Ö, hozzunk létre egy kalendár objektumot. Ctrl pöttyel húzzuk be a java util névteret, Start, Time, egyenlő kalendár, get, Instance, Java, utír Timezone és Default értéket fogunk felhasználni. Tehát amikor elindul az activity ez a kalendár típusú start time objektum fogja az időt tartalmazni. Most írjuk ki ezt az időértéket a képernyőnkre, ehhez először még a text view-ra egy referenciát fogunk eltárolni, tehát text view time, jó, text view time egyelő find view by id, text jó, a típusa, resource, id, igen, még csak a my button látja, rebuild, rebuild után, már is itt van a text view time, nagyon jó, és szépen ennek kell ugye értéket adnunk, a buttont is kiavítom, ehhez először meg kell formázni az értéket, tehát tehát hozzunk létre egy simple data format típusú objektumot, control pöttyel using java text névteret hozzunk be simple data format egyenlő new simple data format és adjuk át a formátumot hogy óra perc másodperc jó és ezután a text view time textét azt állítjuk az sdf format start time time értékével egyenlővé. Jó. Ezzel a kóddal indítjuk el az alkalmazásunkat. Start, és figyeljük meg az eredményét. Reméljük, hogy mindent jól csináltunk. Jó, betöltődött maga az alkalmazás. Itt látható a locket. Látható hogy start time 9 óra 56, 01 másodperc. Igazándiból a másodpercet kell figyelnünk, hiszen ha elforgatjuk most a kijelzőt az emulátorban, akkor újra fog épülni az egész activity, és egy új start time-ot kell majd megfigyelnünk, tehát Ctrl F11, Elforgattuk. És látható, hogy 9 óra 56, 30 másodperc az új idő. Pedig ez nem helyes, hiszen a start time-ot, hogy egyszer eltároltuk, annak nem szabad megváltoznia attól függően, hogy a felhasználó elfogadja-e a kijelzőjét, vagy sem. Jó? Tehát ezt a hibát ki kell javítanunk. F Ctrl f 11 el lehet egyébként az emulátor kijelzőjét elforgatni. Most már látható, hogy 9 óra 56 perc 54 másodperc a kezdő idő, tehát ezt a hibát javítanunk kell. Írjuk fölül az onSave instance state metódust. Override on save instance state, igen, itt kapjuk meg a batyó objektumot, amelybe el tudjuk helyezni a tagváltozóinkat, am amiket ugye az on create-be ugyancsak megkapunk. Tehát azt mondjuk, hogy out state put serializéből megvalósítja a szükséges interfészt a kalendár objektum, tehát így összetett objektumokat is lehet látni, el lehet helyezni ebbe a batyó objektumba, nem csak szingeket, inteket és hasonló alaptípusokat, így a saját objektumainkat is, hogyha a szükséges interfész megvalósítjuk, akkor bele tudjuk helyezni a batyuba. Meg kell adni a teget, a kulcsértéket, start time lesz a neve, és szépen a start time objektumot belehelyezzük a batyuba. Tehát itt fogjuk elmenteni. Jó? Itt pedig az onCreate-nél fogjuk visszaállítani az értékét. Jó? Mondjuk itt a text view után azt mondjuk, hogy if. Először is a batyú nem nulla csak akkor fogunk visszaállítani értékeket. Ezután megnézzük, hogy a batyú tartalmazza-e a kulcsot, amelyet keresünk. Ugye ezért célszerű egyébként a kulcsértékeket konstansba kirakni, de én most azért írom be, mert talán így azért egyértelműbb, hogy miről is van itt szó. És ha tartalmazza, akkor szépen a batyuból ki kell venni a get Serializéből metódus segítségével. Ugye jön a kulcs. Így rakjuk az értéket. Így. Né, akkor start time, egyenlő lesz, és még kasztoljuk. Kalendár típusá. Tehát itt már a kalendáriumnak a, az elmentett értéke fog visszatöltődni. Oké? Okay. Menjünk, ide teszek azért egy pontot hogy lássuk, mikor fog befutni a, a, függvényhívás, és ide is teszek egyet, hogy lássuk a folyamatot. Nagyon fontos, hogyha felüljük az on save instance -state metódust, akkor utána, vagyis hát az üzleti logikától függ, hogy utána vagy előtte, de mindenképpen az ős osztályt is hívjuk meg, mert nagyon fontos műveleteket végez el az ős osztály is, tehát majd mutatom a példát, igazándiból sok sok vigyetnek az állapot értékét automatikusan fogja menteni a rendszer, hogy ne kelljen mindent nekünk egyesével menteni. Tehát ugye most mi a tagváltozóink elmentéséről gondoskodunk, de vannak ugye text viewing, amelyekben vannak értékek, ugye aztán vannak edit textjeink, amelyekbe a felhasználó visz és igazándiból ezeknek az elmentéséről is gondoskodnunk kellene. Most akkor indítjuk el a kódot. Jó. Most ugye az onCreate lefutott. Akkor tovább engedjük. Megjelenik az idő. 4 perc 32. Ctrl F11-jel elforgatjuk. Bejöttünk az onSave instance state-be. Elmentjük az értéket. Bejön az onCreate. Jó, itt már a batyúnak nem szabad nullnak lennie, tehát hogyha tovább engedjük, itt vagyunk, szépen jó. És 0432. Tehát ha most gyorsabban fogok forgatni, csak kiveszem akkor ezt a breakpontot is, akkor láthatjuk, hogy most már nem veszíti el a start time tagváltozónk a kezdeti értékét. jó most hozzunk létre egy másik activity hogy lássuk, hogy új activity betöltésekor is lefut ez az on save instance state metódus, ugye az on pause és az on stop állapot között kell meghívódnia, ezért írjuk is felül ezt a két metódust, hogy override on stop. Jó, ide teszünk egy b. pontot Override on ö, pause. Ide is teszünk egyet. Hát igazándiból a kettőt föl is kellene cserélnünk. Tehát így, és akkor a kettő közé pedig belakjuk ezt a kódot. Így. És hozzunk létre egy új activity-t Second activity. Jó, ennek egy layoutot. Toolbox. Jó, medium text. Ide írjuk, hogy second act. Activity. jó, levesszük a ID-t, mert nem kell, helyette egy gravity-t állítunk, ami center lesz, ez elvileg a szöveget középre fogja állítani. Így van, oké, lementettük, a second activity-be be kell még állítanunk azt, hogy set content view, resource, layout, és még csak a main látható, de beard rebuild, oké, okay. és elvileg, na, itt van a second is megérkezett, betöltöttük, a back gombbal fogunk majd visszamenni. Jó, itt vagyunk. Most már a main activity-be kell ugye elindítanunk ezt az új activity-t. Picit ismétlünk. Hát ugye itt nem kell mondanom, hogy a buttonnek a klik eseményel iratkoztunk fel. Hozunk egy intentet. Tehát létrehozunk. Egy kicsit megelőzte a gondolatomat a szám intent megadjuk a kontextust és ezután type of second activity és start activity intent oké okay mehet is a kód. Jó, megérkezett az alkalmazásunk. Most rányomok a Start Activity nyomógombra. On Pause metódus lefut. On Save Instance State. Most tudunk állapotot menteni. On Stop és gyönyörű szépen a second activity-nél vagyunk, back gomb, és ugye újra visszatért a main activity-nk. Jó, akkor egy picit haladjunk tovább a tananyaggal. Az on-save instance state után, ugye a on-create-be tudjuk visszaállítani a elmentett értékeket. Ezzel csak az a baj, hogy lehet látni, hogy egy nagyon kicsi alkalmazás eseténél is a létrehozó kód és a állapot visszaállító kód össze tud folyni. Jó lenne ezeket egy picikét széjjel szedni, és ezt a célt szolgálja az on restore instance state metódus. Írjuk most ezt felül. on restore instance state, innen kiveszem a breakpontokat, igazándiból e, itt ugyanaz tudjuk elvégezni, mint az on create be csak az on create után. Jó? Tehát innen kimásolom ezt a kódrészt. Ide áthozom. Jó, hát itt ugye annyi, hogy máshogy hívják a bundle-t, ezt átírjuk bundle-re és szépen ugye itt már visszaállítottuk a start time és még annyit kell átvennünk, itt egy kicsit most kódismétlés lesz, hogy ö, ugye föl is kell frissítenünk a textview-nak az értékét, jó, és most be fogok majd tenni ide is pontokat, hogy lássuk a különbséget. Előbb elindítom az alkalmazást, hiszen egyszer, amikor elindul az activity, lefut ez az onkrét, de minket nem ez érdekel, hanem az, hogy hogyan zajlik a folyamat, mondjuk egy elforgatás után. Jó, tehát most már az alkalmazásunknak is meg kellett, hogy jöjjön. Oké, most ide fogok tenni egy pontot, meg ide így. Oké, okay. vissza az alkalmazáshoz. Akkor Ctrl F11, elforgatunk. Már bejött ide a batyú. Megyünk tovább. On restore instance state. Ugye a batyú nem null, mert elmentettük az állapotot az on save instance state-nél. És megyünk szépen tovább és 10, 17, 13. Kiveszem minden a pöttyöket. Na, megtaláltam. 10, 17, 13. Szépen. Meg Tartja az állapotát. De igazándi bor ebben nagy meglepetés nincs, hiszen ugyanazt a dolgot csináljuk, csak más-más metódusok segítségével. Rendben van. Azt gondolom, hogy ez egészen világos lehet mostanra, hogy milyen cél szolgál. A tagváltozók elmentését tehát egy batyú objektumban tehetjük meg. Ez hosszabb távon nem marad meg, tehát hogyha a destroy bekövetkezik, az alkalmazás megsemmisül, akkor a batyú is vele semisül, Ez csak rövid időre képes tárolni az adatokat, és azt a cél szolgálja, hogy az activity különféle életciklusaira tudjunk reagálni a tagváltozók szintjén. De nem csak a tagváltozókat kellene elmentenünk, ha activity állapotról van szó, hanem a widgetek értékeivel is kellene foglalkoznunk. Tehát helyezzünk most a main XML layoutra egy edit textet. Jó, plain text. Így talán alá, igen, sikerült. Oké. Okay. Source edit text, legyen az értéke az, hogy edit text. Jó, tehát rá is nagyítok. Ezt a kódrészt helyeztük most be. Az ID-ja az edit textnek edit text lesz. Oké. Okay. Nézzük is meg, hogy hogyan viselkedik ez a widget az elfogadásra. Jó, itt vagyunk. Írjunk bele valamilyen értéket, mondjuk azt, hogy QWERTY. Jó, most forgassuk el. Ctrl F11. Jó, lehet látni, hogy megtartotta az értékét. Anélkül, hogy az edit textre lenne referenciánk, a textértékét kiolvastuk volna, és elmentettük volna egy batyuba. Most helyezzünk be még egy edit textet. Ennek viszont most kitörlöm az id ját és nézzük meg, hogy lesz-e valamilyen különbség a kettő között viselkedésben. Tehát itt van a fönti, kverti, jön alá, ő lesz az A, S, D, F, G, H. Jó. Ctrl F11. Kverti megmarad, A, S, D, F, G, eltűnik. Hát, hogy lehet ez? Nézzük meg azért még egyszer. Dán. QWERTY fönt, ASD, alul, a föntinek van ID-ja, az alatta lévő widgetnek pedig nincs. Most elfogadjuk a kijelzőt, Ctrl F11, alatta lévő eltűnik, fönti megmarad. Ez azért van, mert az onSave Instance nél az ős meghívása esetén a vigyetek értékei, mezői automatikusan ebbe a batyú objektumban elmentődnek, de csak azok, amelyeknek van ID-ja, ugyanis azt használja föl kulcs értéknek a rendszer. Bizonyosodjunk is most meg erről kódszinten. Átjövünk ide a main activity-be, ugye itt van ez az on save instance state, és most nem hívjuk meg az őst. Na nézzük, mi fog történni. Kverti van ID-ja, ASDFG nincs ID-ja, jó, most pörgetünk. és egyik sem alatt meg. Mert most az őst nem hívtuk meg, hiába volt ID-ja a fönti bemeneteli mezőnek. Ezért nagyon fontos, hogy ilyenkor mindig az OnSave Instance State-nél az őst hívjuk meg, mert nagyon sok olyan műveletet végezel az állapot mentése kapcsolatban, amelyekkel nekünk már nem kell foglalkoznunk. Na most az, hogy minden widgetnek az értékét elmenti el. Az Android rendszer, ezt azért a Google dokumentációjában meg kell nézni, találkozhatunk olyan nokkal, olyan esetekkel is, amikor ez nem fog megtörténni. A témát azt hiszem szépen kiveséztük, még egy utolsó dolgot teszünk meg, egy kódsznipetet másolok be a forrásunkba, amellyel a logra kiírjuk ezeket a widgeteket, amelyeket a batyuban eltárol a rendszer. Ide a első if törzsébe fogom elhelyezni, a saját kódunk alá, jó, át kell nevezni a batyút, oké, okay. mindjárt elmondom a kódot, a szükséges névtereket be kell húzni, jó, és akkor még a teget meg kell ö, adnom. Itt egy példában, hogy működjön privát string tag, akkor ez egy konstans legyen, szépen ahogyan ki illik tenni. Ez lesz a tegünk a locketen. en erre fogunk tudni rákeresni. Így. Rendben van. És itt van az új kódunk, tehát egy bundle-be kivesszük a view hierarchiának az állapotát, tehát ugye itt érkezik be a batyunk, get bundle-rel, és a megadott kulcsértéke kivesszük, kiveszünk egy másik batyú objektumot, amiben ugye elmentette a rendszer a view hierarchiát, ha ez nem nulla, akkor egy tömbbe szépen kivesszük a megfelelő kulcs ismeretében a view-kat, ha van view, akkor ezen szépen végig megyünk És a logra kiírjuk a különféle értékeket, ami ezekkel kapcsolatban érdekes. Embe van, ugye ellenőrzük még a main xml, tehát van egy ö, edit textünk, aminek van kulcsa. Oké, okay. akkor hagyd szóljon. Jó, jön a locket. Oké. Okay. Bejött az alkalmazásunk, na most itt el kell forgatnunk, egyszer legalább. Oké, na kifutottak a logra, és akkor most a filter segítségével view hierarchy-t rákeresünk, és akkor már is látható egy text view, ami el van mentve, és a textje ugye nulla. Jó, de igazándiból megcsinálhatjuk azt, hogy ide. Beírjuk azt, hogy kverti. Jó. Ugye őt alatt nem menti el. Control F11. Oké. Megint a batyúba bent található, és a textje kverti. Azt gondolom, hogy Kiveséztük ezt az Activity állapot mentést, természetesen még sok finomság van, amely előjöhet fejlesztés közben, de ennek a videónak csak az alapkövek letétele a fő célja, az alapismeretek átadása. Remélem, hogy valakinek a segítségére lesz, és én pedig köszönöm a kitartó figyelmet.